Egy fiatal férfi az élet dolgairól és Istenről töprengett. Három kérdés foglalkoztatta őt nagyon. Az első, hogy van-e Isten? És hogyha igen, akkor valaki mutassa meg neki a körvonalát. A második, hogy mi a sors? A harmadik pedig az, hogyha az ördög tűzből van, és a pokolra jut, ahol minden tűzből van, akkor vajon érez-e bármilyen fájdalmat? Egy napon egy idős bölccsel találkozott, és neki is feltette ezt a három kérdést. Erre a bölcs jól pofon vágta. A férfi teljesen ledöbbent, és kérdezte, hogy haragszol rám? A bölcs azt mondta, hogy nem haragszom. Ez a válasz a kérdésedre. Hát az meg hogy lehet? Mit éreztél, amikor pofon vágtalak? Fájda vagy nyilvánvalóan? Ezek szerint akkor hiszel a fájdalomban. Persze. Jó. Akkor mutasd meg a körvonalát. Hát azt nem tudom. Akkor... Ez a válasz az első kérdésre. Mondd, tegnap tudtad-e azt, hogy ma pofont fogsz kapni? Hát nem tudtam. Ez a válasz a második kérdésre. És mondd, mi borítja az arcot, ami pofont kapott az imént? Bőr borítja. Mi borítja a tenyeremet, ami a pofont adta? Azt is bőrborítja. Éreztél-e fájdalmat? Éreztem, igen. Akkor ez a válasz a harmadik kérdésre.